Földlabdás lompullatú facsemetéket 4-500 dináros méterenkénti áron vásárolhatunk, míg a szabad gyökerűeknek 3-400 dinár métere, a tujaféléknek 5-600 dinár métere, a lassúbb növekedésű, igényesebb, mutatósabb fajták méterenkénti ára viszont elérheti akár a 2000 dinárt is. A fekete fenyőnek 5-6-700 dinár métere, a félezüst, ezüst és extra ezüst fenyők 1000-től 2000 dinárba kerülnek méterenként. A facsemeték ültetésének ez az időjárás tökéletesen megfelel. A kisfákat mindaddig el lehet ültetni, a lompullatókat és az örökzöldeket egyaránt, amíg nem jönnek a komolyabb fagyok. Szabad gyökerű ültetésnél fontos, hogy a földet a gyökerek közé rázogassuk, vagy iszapoló öntözéssel a gyökerek közé kell bemosatni. Az ültetési mélységnek megfelelőnek kell lennie, jobb, ha mélyebbre ültetünk. Egy ember magasságú fát 8-10 cm-rel mélyebbre kell tenni, mint ahogy a faiskolában állt. A fa körül egy akkora öntözőtányért kell kialakítani, hogy az befogadjon 15-20 liternyi vízmennyiséget, amit az ültetést követően háromszor fel kell tölteni. Utána májustól kezdődően hetente egyszer kell ilyen öntözést alkalmazni. A földlabdás facsemeték esetében fontos elmondani, hogy nem kell levenni a földlabdát tartó zsákot. Belehelyezzük a zsákkal együtt a növényeket szintén valamennyivel mélyebben az ültetőgödörbe, és félig megtöltjük az ültetőgödröt földdel, amikor már tartja a földlabdát, ugye a környező föld, akkor eloldjuk a nyakánál megkötött zsákot, és mellé legyűrjük az ültetőgödör szélébe, és ezután befejezzük ugye az ültetést. A másik nagyon fontos dolog, hogy az ültetőgödör mélyében lévő földet elkülönítsük az ültetőgödör tetejéből elválasztott földmennyiségtől, ugyanis a felső réteg kerül alulra, az alsó réteg pedig kerül felülre. Ezáltal valamelyest segítjük ezeket a fákat a tápanyag utánpótlásban. A faiskolákban a legkeresettebbek a sövénynek alkalmazott örökzöldek, a karácsony közelettével a fenyők, az alacsony növésű díszfák közül a magnólia, továbbá a gyorsan árnyékot adó nyírfa, a kínai császárfa, egyes juharfélék, a formára nyírható alakfák és a gömbformájú gömbjuhar, gömbkőris, szomorúeper és hasonlók.